Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, és Lajos Jánó vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Emelnék az üzemeltetési költséget, ragaszkodnak a postahivatalhoz Pécs hírben. A héten befejeződik az aratás Baranyában, kezdődik a búzagyűjtés, jó szezon zárnak a baranyai gazdák. Nyári allergiák, bőrgyógyász szemmel, pollenek, tavak vize, rovarcsípések. Keresik a helyi és minőségi élelmiszereket, sikeres a pécsi családi cég. Jövőre jelentősen emelni az üzemeltetési költséget a kispostáknál a Magyar Posta, erről beszélt stábunknak Pécs Hírt önkormányzati képviselője. Jelenleg a városi büdzséből támogatják három postahivatal működését, köztük a Hírdit is. A városrészben az emelés miatt veszélybe kerülne az üzemeltetés. Ebben az épületben működik a postahivatal Pécs Hírden, a falon a jól ismert cégér, alatta a nyitvatartás rendje. Kérdés azonban, hogy egyáltalán meddig lesz itt posta, mivel a fenntartási költségeket az önkormányzat állja. A következő évre közel ötszörös áremelést tervezett be a posta. Ez azért se rezsivel, se egyéb költséggel szerintem nem támasztható alá. Nem érezzük ezt méltányosnak. Akár országgyűlési képviselő úr felé is fogunk kezdeményezni, hogy és a pécsi önkormányzat is, hogy azért ezt revidiálják felül, mert az itt élő lakosoknak nagyon fontos, legalább a helyi postahivatal a Hirdieknek megmaradjon. A terület képviselője azt mondja, mindent megtesznek, hogy ne kerüljön lakat a Hirdi postahivatalra. Így is megszűnt már több szolgáltatás, ami fontos az itt élőknek. Ezt azért szeretnénk ennek érdekében lobbizni, hogy ez ne történjen meg, mert az nem járható mégse, hogy a pécsi önkormányzatot egy beláthatatlan összeg terhelje a posta nyitvatartása miatt. Bár azt mondják ugyan a postánál, hogy kevéssé kihasználta a Hirdi posta, de úgy gondoljuk, hogy miután már az automata sincs takarékszövetkezet, se itt, se Vasason. Legalább ez a szolgáltatás maradjon meg, ezt a helyiek nem akarják elveszíteni, mondja a képviselő. Itt a posta megszűnése is komolyan borzolta a kedélyeket, hogy ugyan városhoz tartozó településrészről van szó, de ezeket a szolgáltatásokat kevésbé tudják igénybe venni a helyi lakosok, és ezért, hogy ezt igénybe tudják venni, be kéne menni egész messze a városba. Azért a tömegközlekedés se olyan sűrűn és gyakran jár, hogy ez mindenkinek könnyen elérhető legyen, ezért is volt fontos, hogy ebben a ciklusban mindenféleképpen erre az évre, jövő évig bezárólag a pécsi önkormányzat vállalta a posta üzemeltetési költségeinek a megtérítését. Erről döntöttek július 10-én, mikor a nyári szünetben a közgyűlés feladatait ellátó jogi és ügyrendi bizottságban megszavazták többek között a Hirdi postahivatal fenntartását az év végéig. Ez az egy kirendeltség éves szinten mintegy 10 milliós kiadást jelent az önkormányzatnak. 2025-től ez emelkedne ötszörösére, vagyis 50 millióra a Magyar Posta elképzelései szerint, mondja a képviselő. A Hirdivel együtt három, a Puskin tér és az I.S. Gyula utcai kis posta nyitvatartását támogatja anyagilag a pécsi önkormányzat. Ezek mintegy 70 millió forintba kerültek eddig. Baranyában befejeződik az aratás ezen a héten. Néhány héttel korábban kezdtek neki a munkálatoknak, hiszen a gabona előbb beérett az időjárásnak köszönhetően, ezért hamarabb is lehetett aratni. A búzagyűjtés pedig minden évben ilyenkor tájt kezdődik az augusztusi Magyarok Kenyere programra. A NAK baranyai elnökét kerestük fel. 2007-ben hasonlóan, mint idén június elején indultak a kombájnok aratni. Azt megelőzően pedig 20 éve történt szintén korai aratás. Ebben az évben pontosan ez június 5-ére esett, mondja Ritlinger József, a NAK Baranya vármegyei elnöke. Baranyában az idén kevesebb búzát vetettek a gazdálkodók a tavalyi év őszén. Idáig mindig ilyen 60-65 ezer hektár szokott lenni, az idén 41.200 hektárt vetettek, de ugyanaz elmondható árpából is kevesebbet vetettek a gazdálkodók, 17-18 ezer hektár árpa szokott lenni, az idén 11.700 hektár árpájuk volt a baranyai termelőknek. Ez a tendencia kicsit az unió szabályozóknak is betudható, a zöld őrületnek azt is mondhatnám, és ami még nem volt, a pihentetett terület meg megnőtt Baranyába, ilyen 5000 hektárra adtak be az idén a termelők pihentetett területet.
Más növények részesültek előnyben, inkább a szója, lucerna, édeskömény. A dínye a földi eper területe is megnövekedett egy keveset. Más növényi kultúrák irányába mentek a gazdák, mondja az elnök. Ennek a úgymond haszon növényeknek a termesztése azért szólt egy picit háttérben, az időjárás is megváltozott, és azért valljuk be az ukrán gabonának a hatására ezeket a növényeket egy picit hátrébb tették a gazdálkodók. A búzagyűjtést már most el lehet kezdeni az augusztus 20-ai Magyarok Kenyere programhoz, hiszen még annak idején a NAK Baranyavár megyei szervezete is csatlakozott a nemes gyűjtési akcióhoz. Hát a legelső lépés az minden évben a búzaszentelése szokott kezdődni, mindig máshol és máshol van, de máshol vannak a gyűjtések, máshol van az összeöntés, mindig arra azért ügyelünk, mint a Magyarok Kenyere kuratórium elnökeként is, hogy mindig máshol legyenek ezek a rendezvények. Hál' Istennek ez a rendezvény sorozat 2011-ben Baranyából indult. Most ott tartunk Baranyába, hogy mivel az aratás lassan befejeződik, a buzagyűjtésre fókuszálunk. Ez a buzagyűjtés nálunk minden év, július utolsó péntekén Sombereken, a Somberek ZRT-ben szoktuk megtartani. Ez inkább egy picit egy kis összetartozás, egy kis úgymond a buzaratás zárszó, végét fogja jelenteni. Baranyában vannak olyan gazdálkodók, akik évről évre rendszeresen tesznek felajánlást, teszi hozzá Rittlinger József. Tavaly évben majdnem 50 tonna felajánlás érkezett, ez két kamionnyi árut jelent. Az idén is ez a cél, hogy egy picit meghaladni ezt a mennyiséget, majd meglátjuk. Ahogy mondtam, mindig van, aki csatlakozik, valaki néha lemorzsolódik, azért vannak emberi sorsok, tragédiák, amikor a család nem ugyan, nem tudja ezt teljesíteni. Van, amikor meg hál' Istennek több felajánlás is érkezik egy termelőtől, ezt mindenki saját maga eldönti, de ha úgy kéne prognosztizáljam, hogy az idei évben mennyi lesz, a két kamion szerintem biztos, hogy meg lesz. A gyűjtés az aratás elején, közben és a végén szokott lenni. Baranyában 3 gyűjtőhely van, mindez augusztus 20-áig tart. A folyamatról, egyéb részletekről további tudósítások várhatók. Rövid híreink következnek. Dübörög a paksi beruházás, már 900 ember dolgozik a helyszínen, és ez a szám folyamatosan nő, illetve a hosszú gyártási idejű eszközök előállítása is folyamatos, így minden adott ahhoz, hogy a két új blokk a következő évtized elejére megkezdhesse a termelését, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Isztambulban. A tárcavezető arról számolt be a Rosszatom orosz atomenergetikai vállalatot vezető Alekszej Lihacsovval folytatott tárgyalása előtt, hogy a paksi bővítés állásáról a következő időszak legfontosabb feladatairól fognak egyeztetni. A Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság nyomozói a Mecsek közterületi támogató alosztály munkatársai segítségével 3 férfit fogtak el július 16-án hajnalban. Mindhármukat előállították a főkapitányságra, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. A gyanú szerint egy az olajcégnél dolgozó 53 éves hajdúszoboszlói és egy 51 éves kastélyos-dombói férfi 2024 márciusa és júniusa között a Szigetvár környéki olajfúrásoknál dolgozó munkagépekből, illetve a telephelyi üzemanyagtárolókból összesen 1700 liter gázolajat vittek el, és egy 49 éves szigetvári férfinak értékesítették. Tettüket mindhárman beismerték, a bűncselekménnyel több mint 1,5 millió forintos kárt okoztak. Az eladók ellen lopás, a vevő ellen pedig pénzmosás elkövetése miatt indult eljárás. A nyári növények pollenje vagy a tavak esetleg fertőző vize, de akár a rovarcsípések is fokozottan jelen vannak a nagy hőségben. A fertőzés veszély ilyenkor jellemző, a védekezés pedig utólag mindig nehéz, de van megoldás, ha időben orvoshoz fordultunk. Egy bőrgyógyász allergológussal beszélgetett stábunk. A pollen szezon már kora tavasszal elindult, hiszen a növények már nagyon korán kivirágoztak. Mogyoró, nyírfa pollen, most pedig a fűfélék és a parlagfű pollenje, ami az egyik legagresszívabb az összes közül. Ennek allergénje július vége felé jelenik meg, vele együtt a fekete üröm is megjelenik. Nagyon sokszor azért is vannak erős tünetek ebben az időszakban, ez a július vége, augusztus, mert hát háromféle pollen is szerepet játszik ebben, hiszen a fűpollen, ami május-június elején elkezdődik, egész októberig is virágzik, akkor ugye belép a július végén a parlagfű és a fekete üröm, és ez a három pollen igen erős tüneteket okoz. Hát a legegyszerűbb természetesen a szénaláthás tünetek, a hígorfolyás, tüsszögés, tüsszögés sorozatok,
és amikor már a mélyebb légutakra is ér az a tünetek, ugye az asztmatikus tünetek, erőteljes köhögés, futásszaladás, vagy sok beszéd kapcsán, megterhelés kapcsán, ezt nevezzük tulajdonképpen asztmatikus jellegű tüneteknek. Ha valakinek már korábban is voltak hasonló tünetei, akkor érdemes a házi orvoshoz vagy allergológushoz fordulni tanácsért. Léteznek olyan orsprék, antihisztaminok, amelyek csökkentik a kellemetlen tüneteket, teszi hozzá a bőrgyógyász allergológus. Ősszel, télen pedig a bőrpróbát el kell végezni, hogy igazolni lehessen, melyik pollenre érzékeny a személy. Fontos azt tudni, hogy ugye a nyári időszakban, amikor erős tünetei vannak, ugye a hajmosás, azért ez már régóta ismert, már elég sokszor ez jelezve is volt, hogy a hajunkra rátapad a pollen, ennek következtében praktikus azért esténként lemosni a hajunkra a pollent, hogy az éjszakai alvászavar az ne legyen erőteljes. Nagyon sokszor variálódnak ezek a tünetek azoknál az egyéneknél, akik háziporra is érzékenyek, hiszen őknek egész évben vannak ezek a nagyon enyhe ugyan, de egész évi panaszai, ez a reggeli tüsszögés, vagy akár a tüsszögés sorozat, és mivel egy felázott nyálkahártyára megérkezik a pollen szezon, nagyon sokszor ugye felerősödnek ezek a tünetei. A nyári időszakban sokszor bőrtünetek is megjelennek a fertőzött tavak folyóvizében való fürdés, strandolást követően. Egyrészt ugye a pollenkontakt bőrgyulladás, tehát a szabadon lévő testrészeknek, tehát a ruhával nem fedett testrészeken, a nedves bőrrel rátapadnak a pollenek, és a fénnyel együtt egy bőrgyulladást okozhat. De ugyanúgy bőrgyulladást okozhat akár egy természetes vízen úszó pollenek is, illetve a természetes vizekben vagy strandvizekben, bár ugye a strandvizeknél az ANTS gondoskodik, hogy fertőzések vagy egyebek ne legyenek, de természetes vizeknél várható, hogy esetleg valamilyen fertőzést kaphat. Ugyancsak a természetes vizeknél a különböző hínárfélékkel való kontaktus okozhat még bőrtünetet. A növényekkel való kertészkedés során is szerezhetünk allergiás kiütéseket. Gyulladás csökkentő antihisztaminos krémek enyhíthetik a fájdalmat. Paszternákot, gazolás vagy egyéb növényeknek a foglalkozása kapcsán ugye a növénynek a nedve a bőrre rákerül, és napsütés kapcsán végzik ezt a tevékenységet, egy nagyon erőteljes hólyagos gyulladás alakul ki. Tehát a kettő együtt, tehát nem napnyugta után, vagy a napkelte előtt végzik ezeket a tevékenységeket, ezeknek a növényeknek a nedve egy fototoxikus reakciót okoz a bőrön, és csaknem a lenyomata kapcsán lehet látni, hogy egy ilyen vonalszerű erős gyulladás és hólyag alakul ki. A rovarcsípésekről is szót kell ejteni, nyáron sajnos ez sem maradhat el. A tigrisszúnyog erős gyulladást, viszketést okoz, rengeteg kórokozó van a bőrünkön. A vakarózás következtében ezek bejutnak a bőrünk alá, és egy felülfertőződést, ótvart okozhatnak. A fekete pici bogarak is erősen csípnek, mélyen bejutnak a bőr alá, akár orbánc is lehet a következményük. Ha erdőben járunk, utána mindenképpen nézzük át bőrünket, ugyanis a kullancsok nem kimélnek. A helyi gazdaság erősítése, a helyi termelők, családi vállalkozások segítése, ez a vállalat feladata a Baranyai Termelőkért és Kézművesekért Egyesületnek. Szervezésükben valósították meg Pécsen a búzatéri termelői piacot, ahol több sikeres vállalkozás is elindulhatott. Köztük volt az a családi vállalkozás is, amelyik saját üzletet nyitott szerdán. Hosszú sorban állnak a vásárlók a 40 fokos kánikulában Pécsen. Az üzletben is sokan várják, hogy megkapják a kiválasztott terméket. Egy pécsi családi vállalkozás nyitott üzletet szerdán. Nagyon boldog vagyok. Nyilván mindig meghaladja a várakozásaimat az a fogadtatás, amiben részesítik a hírt, hogy jövünk, nyitunk, itt leszünk. Ugye eddig is volt már egy szép, lassan, organikusan felépült jelentős ügyfél, köröm, viszont nem, nehezen voltam elérhető, hiszen a műhelyem nagyon kiesett a városi sodrásból. A buzatéri termelői piac volt még az, ahol ugye már évek óta szombatonként rendszeresen jelen voltam, és nagyon sokan ott is ismertek meg, és ismerték meg a termékeimet.
de mérhetetlenül örülök. Szerletichné Kovács Emese pálya elhagyó pénzügyi területen dolgozott korábban. Azt mondja, nem talált olyan finom kovászos kenyeret a boltokban, amire fiatal korából emlékszik. Ezért váltott szakmát, és szívvel lélekkel készíti a finomságokat. Ha az ember szívvel, lélekkel, szeretettel csinálja, akkor az meg fogja hozni a gyümölcsét, és odaadás, és türelem, mert azért kifejezetten ez a pálya, tehát maga a kovászos kenyérkészítés, illetve kovászos pékáru készítés, az nem szólhat a kapkodásról. Türelmet kíván, mérhetetlen türelmet, hiszen itt hosszú órákon, egy napon át foglalkozni kell a termékkel, mire az a végeredmény megszületik, ami most itt látható a polcokon. Kedves meglévő vevőim, bocsánat. A vevők keresik a helyi termékeket, az itt készült, kiváló minőségű élelmiszereket, mondja a Pécsi Búzatéri Piacokat szervező egyesület vezetője. A termelőknél érezhető a különbség az idősebb és fiatalabb generáció között, ez a tapasztalata. Úgy látom és azt tapasztalom, hogy vannak, akik már régóta csinálják, ugye a klasszikus nagyöregek, akinél a legfinomabb ugye a Pista bácsi, Józsi bácsi, Marika néni szőlője, Baracki a isteni finom, és a fiatalok, a generációváltás az nem mindig történik meg, illetve a fiataloknak nem mindig van kedve a termelésre. Vannak itt is jó példák, de jellemzően a fiatalok inkább a feldolgozás felé mennek. Tehát, hogyha van egy gyümölcsös, akkor nagyon jó krémeket csinálnak belőle, szószokat. Ezekkel jelennek meg aztán a piacokon, vásárokon. 2019 óta több családi vállalkozás nőtte ki magát, akik a termelői piacon megjelentek, mondja Vargas Anett. Ilyen a most üzletet nyitó is, ahol a gyerekek már beléptek a vállalkozás életébe, így erősítve azt a mindennapokban. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Baranyában tavaly 30 év után először fészkeltek kerecsen solymok, és idén ismét visszatértek. Három fióka cseperedett a fészkükben, közölte a Madártani Egyesület baranyai csoportja. A solymok megtelepedésének elősegítése érdekében még 2009-ben az egyik nagy feszültségű távvezeték szakasz oszlopaira 4 darab költőládát helyeztek ki. Ezeket hamar birtokba vették a hullók és a vörös vércsék, de a kerecsenek továbbra is elmaradtak. Tavaly azonban megtört a jég. A tavaszi első ellenőrzéskor az egyik ládában kerecsenek jelenlétét figyelték meg. A mezőgazdasági területek övezete fészkelő helyen a párköltését semmi sem zavarta. A szülőmadarak akkor 4 fiókát neveltek. A pár idén ugyanezt a költőhelyet foglalta el. A költés rendben zajlott, és a ládában cseperedő 3 fióka sikeresen kirepült. Összeütközött 2 személyautó szerda reggel az 578-as főúton a 7-es és 8-as kilométer szelvény között az M60-as autópálya pécsi felhajtója közelében. A baleset következtében az egyik jármű az árokba csúszott és az oldalára borult. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom. A régió híreivel folytatjuk. Csak ebben az évben már 9-en fulladtak a Balatonba. A szakemberek azt mondják, fontos a folyamatos figyelemfelhívás az ideérkező turisták számára, hiszen sokan nincsenek tisztában a természetes vizek veszélyeivel. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság vezetője szerint a hőségben különösen fontos, hogy az úszni nem tudók ne menjenek vízi eszközökkel mély vízbe, ne fogyasszanak alkoholt, szapon, vízibiciklin, csónakon pedig különösen a kisgyerek viseljenek mentő mellényt. Önfelett fürdőzés a Balatonban. A több mint egy hete tartó hőség sokakat csábít a tópartjára. A siófoki nagy strandra is sokan érkeznek. Vízi eszközökből sincs hiány, szapok, vízi biciklik is bérelhetők. Ugyanakkor az üzemeltetők kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy felhívják a fürdőzők figyelmét a veszélyekre. Mi mindent megteszünk a strandolók biztonságáért, többek között ezért üdvözöltük a vízimentők magyarországi szakszolgálatának a kezdeményezését, és elhelyeztek a siófoki nagy strandon 12 mentő mellényt gyerekek részére. Ezzel is elősegítjük a biztonságos fürdőzésüket.
Emellett a vízijátszóparkban kötelező a mellény viselése, és a vízibicikli kölcsönzőnél is kifejezetten ajánlják. Ennek ellenére az elmúlt hétvégén három tragikus esemény is történt, ami összefüggésbe hozható a hosszú ideje tartó hőhullámmal is. A hőcsúsznak azért vannak negatív hatásai vízparton egyébként is, hiszen ilyenkor mindenki meglátogatja a vizeket, az is, aki egyébként nem tud úszni, és itt az elmúlt napokban is láttuk sajnos, hogy olyanok vettek igénybe szapot, vízibiciklit, esetleg olyanok úsztak be a mélyebb vízre is, vagy mentek be a mélyebb vízre, akár szárazlábon, a mederbe begyalogolva, akik nem tudtak jól úszni. Akiknek nem volt vízbiztonságuk, esetleg le is ugrottak vízibicikliről, fürdőeszközről, szápról, gumimatracról, és sajnos ilyenkor nagyon könnyen bekövetkezhet a végzetes tragédia. Mindenkit arra kérünk, hogy kerülje ezeknek az eszközöknek a használatát, ha nem tud kellően úszni, a gyengén úszók csak a sekély vízben tartózkodjanak, és minden családost arra kérünk, hogyha gyermekekkel együtt kint van, akár egy vízibiciklit bérelnek, ha nem biztos az úszni tudás, vagy a gyermekekre egyébként is nagyon ajánlott, akkor bizony vegyenek fel mentőmellényt, vagy kérjenek a bérlés során. A vízirendészet vezetője hozzátette, az idei nyáron már 7 vízbefulladásszerű esemény történt a tónál. Közös jellemzőjük, hogy mindegyikük fiatal férfi, akik komolyabb úszási képesség nélkül kerültek veszélyhelyzetbe valamilyen vízi eszközön. A szakemberek azt kérik, hogy úszni nem, vagy csak gyengén tudó egyén, csak sekély vízben tartózkodjon, ne béreljen fürdőeszközt. Ha vízi járművön utazik, vegyen fel mentő mellényt, ez különösen fontos gyermekek esetében. Szálkai hittantáborban vesznek részt Szekszárdi általános iskolás diákok. A tematika minden évben más, idén a szentekre és imádságaikra esett a választás. A gyerekek nap mint nap különböző érdekes programokkal töltik el az időt. Hát egy kicsit lehetne vékonyabb. Janó Attilánné segítői már több éve rendeznek Szálkán hittantábort. 5 hitoktató és 2 önkéntes szolgálatot teljesítő gimnazista foglalkozik a fiatalokkal. Nagyon népszerű, mert februárban, amikor írom a pályázatot a Pécsi Egyházmegyéhez a tábor kapcsán, akkor körülbelül másfél nap alatt betelik a 2 hét. 20-20 gyermek van egy-egy turnusban. Szálkán a főhadi szállásunk az a plébánia épülete, a templom, illetve a közösségi ház, de van nagyon sok külsős programunk is. A gyerekek háromszori étkezést is kapnak az egyik helyi étteremben. Hétfőn a Sziszi Szent Ferencről tudhattak meg többet a fiatalok. Az ő természet és állat szeretetére épült a napjuk. Az egyik vendégházban voltunk programon délelőtt, ahol taposón, aztán petánk volt. A diákok kövön, homokon, tobozokon is áthaladtak, mely, mint Janó Attiláné mondja, gyógyító hatású. Assisi Szent Ferenc a kőre is alázattal lépett, hiszen az Isten teremtménye. Kedden Pietrel csinai Szent Pióról tanultak a gyerekek, és emellett például agyagoztak is. Voltunk egyszer a templomba, és egy nagyon jó étteremben vagyunk. Ott nagyon finom volt a kaja. Hát, most agyagoztam. Nagyon jó volt. A gyerekek a hétfői és a keddi napot is élvezték. Nagyon sok játékot játszottunk, különféle ilyen, ilyen téma alapján, hogy a földnek, hogy mit tegyünk jó, hogy a szemeket összeszedjük, a műanyagot külön tegyük, újra hasznosítjuk. Az agyagozást Fúz György egyetemi tanár, szobrászművész tartotta. Az agyagozás az egy alap dolog, szerintem mindenkinek meg kell ismerkedni vele. Ennek az a tulajdonsága az agyagnak szerencsére, hogy és azért indítja be a gondolatokat, mert nem tartalmazza soha eredeti formáját, hanem mindig valami képlékeny és változik és minden, és ezért nagyon jó a gyerekeknél a ilyen kreativitás, a gondolkodás fejlesztésében. Úgyhogy aki először ismerkedik, persze aznak még lehet, hogy újdonság, de azt mondom, hogy nagyon szépeket csináltak a gyerekek. Janó Attiláné megköszönte Petkó Tamás plébánosnak, Szálka polgármesterének, valamint a helyi vállalkozásoknak és civileknek is a segítséget. A fiatalok a tábor hátralévő napjain többek között kipróbálnak egy katonai akadálypályát és a tékvandót is, valamint táborzáró szentmisén vesznek részt.
Több mint 20 éve foglalkoznak tanulók képzésével, szívügyük a szakmai oktatás és a kiváló vendéglátás. A Tolna vármegyei szakképzési centrum egyik partnerénél jártunk, Dunaföldváron, a Kelecsártában. Dávid Istvánék 1995 óta vezetnek éttermet. Az Aranyfácán nevű egységgel kezdték, majd kibővítették a vállalkozásukat két bázisra. Így született meg a Kelecsárda is. Van saját olyan tanulónk is, akiből mesterszakács lett. Van olyanunk, aki külföldön mindenféle étteremben megállja a helyét, és vannak pincértanulóink, szakástanulóink, és ezen belül van a vállalati képzésünk, ahol saját a dolgozókat is képezzük. Jelenleg 3 tanulójuk van. Ehhez a létszámhoz csatlakoznak szeptemberben az iskolások az új évfolyamokról, akik az étterem többféle szolgáltatásával is megismerkedhetnek. 2000-es évektől kiszállítunk, tehát olyan 24-25 éve, menüházhoz szállítással foglalkozunk. A Covid alatt egy picit még jobban felugrott a házhoz szállítási igény, tehát az emberek megszokták a kényelmet egy picit, és ugye nekünk ez nagyon jó, úgymond jól jött, tehát az üzletileg egy picit azon is tudtunk javítani még az üzleti forgalmunkon. Hát körülbelül 4-500 embert látunk a két étteremben egy nap. Feleségével közösen irányítják a céget, energiát és időt nem kímélve. Remek lehetőségnek tartják a diákok foglalkoztatását. Volt a vendéglátásban egy kis pangás, tehát munkaerőhiány alakult ki a különböző okok véget, azt most nem is sorolnám föl. Azon én nagy volt az elvándorlás, és szerettünk volna saját nevelésű szakácsokkal és pincerekkel dolgozni. Innen indult az ötlet, és ez körülbelül, hát ez 20 éve folyamatosan bővült, úgyhogy minden több tanulót képezünk. Sór Zsoltot tanulmányai befejezése után vették fel a Kelecsárdába. A Tolna vármegyei szakképzési centrum Magyar László szakképző iskolában tanult 3 évig. Először cukrászatot egyben a szakácsa, és akkor így épült egyre jobban a szakács szakmára, és akkor így tanultam meg a hús előkészítéstől a főzés minden alapját. A duális képzés sok előnyt hordoz magában a munkáltatóknak és munkavállalóknak egyaránt, amit a Kelecsárda, valamint felszolgáló és szakács növendékeik is jól tudnak hasznosítani. Kiradunk végén, Baranyai témáink még egyszer röviden. Emelnék az üzemeltetési költséget, ragaszkodnak a postahivatalhoz Pécs-Hirden. A héten befejeződik az aratás Baranyában, kezdődik a búzagyűjtés, jó szezon zárnak a baranyai gazdák. Nyári allergiák, bőrgyógyász szemmel, pollenek, tavakvize, rovarcsípések. Keresik a helyi és minőségi élelmiszereket, sikeres a pécsi családi cég. Csütörtökön is többfelé lesz élénk északkeleten, néhol erős az északi szél. A napos időben csupán a középső és a keleti tájokon fordulhat elő néhol rövid zápor, zivatar. Kora reggel 18-25, napközben 30-36 fok várható. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!